Sziasztok! Hozok nektek egy elfogytak videót. Van itt néhány termék, ami összegyűlt az elfogytakos kukámban. Szeretném őket megmutatni, tapasztalatot átadni és segíteni, ha esetleg valakinek ez segítség, hogy véleményt tudok egy-két termékről mondani. Kezdjük is el! Van itt előttem egy domestosos WC tisztító. Ezt azért vettem meg, mert hogy unikornisos. Nem vagyok tőle elájulva, színes korongok vannak benne. Az illata nem érződött, úgyhogy ezt nem fogom újra venni, de egyszer poén volt megvenni egy unikornisos WC tisztítót. Ebbe 2 darab volt. Nyilván tisztította a WC-t, de ennek nincs úgy illata, mint a breffeseknek, úgyhogy ezt én nem annyira venném újra. Annyi, hogy ugye unikornisos és egyszer jó pofa dolog volt, de én a breffeket jobban csípem. Aztán van itt egy folyékony szappan, egy DMS Baleás folyékony szappan. Ez már régenben elfogyott, de mindig újra töltöttem utántöltővel, és most lecseréltem már. Szeretem ezeket a pumpás adagolós folyékony szappanokat, tök jók, jó illata van. Ilyeneket szoktam venni általában, saját márkásokat, és nagyon sokszor újrahasznosítható a tégelye. Ez vagy 6-szor vagy 7-szer újra lett töltve, úgyhogy ez tök jó. Elfogyott egy Nivea-s tusfürdő, nagyon jó illata volt, nagyon szerettem. Én időnként van igényem rá, hogy drágább és jobb illatú tusfürdőt vegyek. El vagyok a saját márkás tusfürdőkkel is, de időről időre szoktam azért vagy Nivea-t vagy Dove-ot venni, aminek éppen megtetszik az illata. Most erre esett a választásom, jó volt, finom volt, elhasználtuk. Elfogyott ez a bentonos, csiganyálas, meg mély mérges lotion. Ez egy ilyen folyósabb, nem krém, nem tónár, hanem ilyen a kettő közt ilyen nagyon folyós, én hidratáló krémként használtam este. Ezt egész testre javasolja, ez korai kozmetikum. Én az arcomra használtam el többnyire. Van egy nagyon natúr illata, és nagyon gyorsan beszívódik, nagyon könnyű, táplálja a bőrt, tök jó termék. Elfogyott egy édesítő. Mi ez? Édesítőszer, 1200 darab van egy ilyenben, én ezzel iszom a kávét. Elfogyott egy ilyenem, nagyon sok ideig elég, hát szerintem egy fél évig, mert hogy egyedül iszok kávét itthon, 4 vagy 5 pöttyöt szoktam tenni. Amit érdekesnek találok, hogy mióta új lett a csomagolása, nem figyeltem meg, hogy a régin hány gram per, tehát nem tudom, hogy hány gram per darab volt ráírva, de azt tudom, hogy a 4 darab kell most nekem a kávéba, és úgy emlékszem, hogy én 3-mal indultam. Úgyhogy lehet, hogy kisebbek lettek a pöttyök, mindegy, teljesen mindegy. Elfogyott egy kollagénem, ezt a Nutriversum kollagént szoktam enni, ez ugye kapszula formában létezik, 100 darabban egy ilyenben, Nutriversum sima kollagén, tehát ebben semmi plusz nincsen, nagyon szeretem, 6-ot szoktam bevenni egy nap, 4 darabot javasol, reggel 2-t, este 2-t, és sok vizet kell hozzá inni. Én 6-ot szoktam szedni, én észreveszem a jótékony hatását, meg hiszek is benne, anélkül szerintem semmi nem működik, úgyhogy ezt szoktam levadászni. Olyankor megveszek 5-6 dobozzal, és egy darabig el vagyok kollagénnel látva. Aztán van itt néhány sminktermék, amit elhasználtam, vagy leselejteztem. Például leselejteztem a NYX-es primeremet, ezt a NYX-es glitter ragasztót, aminek ugye én letörtem szerencsétlenül a csőrét, és ilyen házi maszekkal oldottam meg. Így is használtam szerintem lassan egy évig, úgyhogy most már ezt leselejteztem. Plusz a HEAN-nak a glitter primerét, pigment és glitter primerét, ugyanis ez beszáradt, vagy legalábbis a szaga borzasztó lett, úgyhogy ezt nem nagyon használtam, mert
Ugye itt volt nekem a Nix-es, úgyhogy ez inkább csak általában ment tönkre. Ezt kiserejteztem, meg van itt kettő darab elfes, egy pirosító és egy kontúrszín. Ezt is már kiserejtezem, mert krémtermék nem használom, és igen, csak fura lett az állaga. Ezeket így kiserejteztem. Aztán, amit nem fogyasztottam el, hanem elkezdtem használni, ez a Skin Banoffornak a madagaszkári centellás pórus minimalizáló primerjét, ez ilyen nagy kiszerelés, ez 100 ml-es kiszerelés, elkezdtem használni, itt van még a doboza is, de betettem az elfogytakba a dobozát, hogy megmutatom nektek, majd ha ténylegesen elfogy, akkor be fogok számolni róla. Én úgy veszem észre, hogy tényleg használ a pattanásokra és a pórusokra is, én nagyon szeretem az arcomra kenni, általában az esti rutinomban szoktam. Aztán apának elfogyott egy axos tusfürdője. Nekem melóban elfogyott az első borotalkós dezodorom, amit vettem. Ennek nagyon finom púder illata van. Nem ajánlom csak hónajra, mert nagyon sok fehér port fúj ki. Egyszer befújtam vele magam itt, így rutinszerűen, mint a másik többi dezodorommal, és tiszta fehér lett, de nagyon jó munkába. Aki mondjuk pakol, vagy fizikai munkát végez, annak nagyon jó lehet, mert tényleg nem voltam tőle büdös, hanem volt egy ilyen hintőpor, vagy púder illata, nagyon finom illata volt, és most is egy borotalkó van bent a szekrényemben, én egy darabig most maradok ennél, úgyhogy nekem bevált. Nehezen próbáltam ki, sokszor nézegettem, mire megvettem egyet, aztán most nagyon örülök, hogy rábukkantam. Apának elfogyott egy parfümje, ez a... Ha tudnám, melyik parfüm. Valamilyen elixír, Antonio Banderasos, azt hiszem, nagyon finom illata volt. Már nem tudom, mikor vettük, nagyon jó néz ki a csomagolása, elfogyott. Aztán elfogyott egy ilyen öblítő, ez a Müller saját márkás öblítője, hát nem egy nagy truváj, nem igazán érződik, úgyhogy én ezt mosóparfümmel együtt használtam, mert a ruhákat meg sem hatotta, úgyhogy mosóparfümmel együtt használtam el. Van egy Ajaxom, ezt a fajta Ajaxot nagyon szeretem, meg az orgonásat, nagyon finom illatot hagy, szépen tisztítja a padlót, szépen összeszedi a port, a szöszt, meg mindent, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket az Ajaxokat. Az öblítőt nem fogom újra venni, eleve tőlem nagyon messze van a Müller, és nem is tetszett, viszont ezeket rendszeresen újra veszem. Eddig egyébként szinte minden terméket újra vennék, nyilván a smink termékeket nem, de az összes többi simán újrabevős lehetne. Aztán elfogyott a keratindóza Biolage hajban maradó ápolója. Ennek van egy új verziója, még nem vettem újra, de újra fogom venni, mert ez a legjobb hajban maradó ápoló. Sajnos lecserélték az egész koncepciót, már most nem keratindóz, hanem valami más néven fut. Nagyon szerettem, nagyon-nagyon-nagyon sokáig elég volt, és nagyon meg vagyok vele elégedve, úgyhogy ha elhasználtam azt, amit most használok, akkor újra fogom venni, mert tényleg ez a legjobb, úgyhogy de el akarom használni azt a Garniert, amit most használok. Jár, elfogyott egy 9 decis járom, most éppen Lidl saját márkás mosogatószerem van, én általában járt szoktam venni, de most hűtlen voltam, és kipróbálok mást. Nagyon szeretem, akcióba szoktam menni. Valahogy kettőben összecsomagolva, meg egy Domestos. Mindig meg szoktam keresni az akciós verziót. Elfogyott egy hajfestékes balzsam, ez apáé. Elfogyott kettő doboz olia hajfesték, mégpedig ezzel van befestve már most a hajam. Visszaálltam a barna festékre, ez a sima barna 5.0-as Garnier Olia hajfesték, visszaállok erre. Most még kicsit lilás a hajam nyilván, mert tele vagyok lila pigmentekkel, de szépen lassan ki fog barnulni. Ezt a hajfestéket tudom használni apára is, meg magamra is, úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. Most már ezeket fogjuk venni.
Úgyhogy nagyon jó, és nagyon jó a balzsam, ami benne van, és szerintem már ötször használtam, és még mindig van benne. Kiadós is az a tubusos balzsam, azért veszem ezt az Olia nagy pakkot. És árban sem rossz, ilyen 1500 forint környékén fel lehet lelni. Én ezeket a... Vettem egyszerre hatot, azt hiszem, a Douglasból, de a Rossmannban is 2000 forint maximum, úgyhogy tök jó áron lehet venni. A kedvenc kávé porom a Lidl-ös. Én ezt nagyon szeretem, ezt még aránylag tök jó árban meg lehet venni. Ezt szoktam levadászni, ha van a Lidl-ben, akkor általában kettő mindig befigyel a kosárba. Úgy vagyok vele, hogy inkább legyen itthon több, mert valahogy nincs egy darab se, és ha meglátom, hogy van, akkor általában most mindig kettő befigyel a kosárba. 450, hát már majdnem 500 forint környékén van. Emlékszem rá, mikor még 189 forint volt, de hát ezek az idők elmúltak. Ablaktisztító, elhasználtam egy cippet, ez nem volt tele, de elfogyasztottam, most éppen egy Lidl saját márkásat használok. A szemüvegek tisztításához sokkal jobban szeretem a cippet, viszont ilyen általános ablaktisztításra nekem aztán abszolút mindegy, hogy saját márkás vagy cipp, úgyhogy engem nem szokott ez meghatni. Ezek a termékek fogytak el, meg egyet leejtettem. Egy Difil kókuszolajos haj balzsamot is elhasználtam. Ez jó volt, tetszett a hajamnak, nagy csodát nem csinált, de tök jól felpuhította. Úgyhogy ezek a termékek fogytak el, nem igaz, már hazudok. Mert volt még egy szeva. Rossmannban vettem tök jó áron, ilyen 1800 forint volt, és azért akartam nektek ezt megmutatni, mert hogy szeva papír zsebkendő, ami elvileg ilyen elolvad a gurigája is, kategória 16 tekercses volt, és három rétegű, és ezt ilyen 1800 forint környékén csíptem el akcióban, úgyhogy azért is dobtam be az acskóját, hogy figyelgessétek a Rossmant, mert ott is marha jó áron lehet WC-papírt venni például. Tudom, hogy nem egy nagy dolog a WC-papír, de ebből elég sokat szoktunk vásárolni, úgyhogy jó tipp lehet. Amit így kiemelnék ezek közül, hogy 100% tuti fix, hogy érdemes megvenni, a keratindóz, és ugye nem annyira ismerős, ez a keratindóz, és az Olia hajfesték, mind a kettőt nagyon szívesen megveszem újra, amit még ugye többször nem vettem újra, az összes többit egyébként ismerem, többször járt már itt az asztalomon, úgyhogy ezek ilyen bevált termékek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, millió puszi nektek, sziasztok!